Megszavaztuk, megszavaztuk. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Emelem poharam 20 forintról 57-re. Nyolcvannyolc, megszavaztuk, bujék. Nézzék meg ezt a csodálatos, pompás, csillogó díszlet. Ez már a 88-as év díszlete. Nem takarékoskodtunk, kérem, mindent, amit lehetett, megteremtettünk. Nézzék meg a függönyünket, csodálatos, ugye? Bocsánat, nem erre gondoltam, a másikra. Rögtön behúzzák, Nagy Zsiga bácsi, 73 éves nyugdíjas húzza, mára megértette a nyugdíjasok bruttósítását, adókedvezményét, nem akarta vállalni, de megegyeztünk, úgy néz ki, hogy január 1-től a függönyt az édes anyja nevén húzza. Na most, bevallom, először úgy volt, a másik kabarénkat játsszuk, Szilveszter, amelynek címe Az állam is fölkopik, de meggondoltuk, hiszen amikor a címet adtuk, nem tudtuk, hogy ez mára már kormányprogram lesz. Tessék beúzni a függöny, Zsiga bácsi. Köszönöm szépen. Hát erről a függönyről beszélek, kérem. Ez előtt láthatják a magánszámokat, mögötte tekinthetik meg a tömegjeleneteket. A legkorszerű fényberendezés szereztük meg erre az alkalomra, az egyik részét nyugatról, másikat keletről. Most bemutatom először önöknek a nyugati fényeffektusokat. Íme a nyugati! Köszönöm! Most bemutatom a keletit. Íme a keleti! Köszönöm! Gyereke! Bocsánat, egy pillanat. Gyerekek, ez melyik KGST reflektor? Na, milyen, megszokták? Jövőre megszokják. Jaj. Hölgyem, hogy érzi magát a harmadik sorba? Hát jó, mert magát fogdossák, de engem rángatnak kéne. Adjatok be valami fényt, mert leesek a színpadról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezen kívül megtakarítottuk a konferenciét, ne keressék. Nekünk megfelelt az a módszer, amit a Maxim bárból közvetített a Magyar Televízió. Bizonyára emlékeznek, hogy egy csinos hölgy a két szép melle között behoz egy táblát, és rá van írva, mi következik. Akarják látni ugyanezt? Szeretné uram látni? Igen? Ha, igen. Ön akarja látni ugyanezt a módszert? Ön is? Ne törődjön az asszony, ne lögdösse! Legalább egyszer hagyj beszéljen egy évben. Uram, jöhet a táblás hölgy? Hangosan tessék mondani, jöhet a hölgy? Akarja látni? Igen? Mari néni a táblát. Legyen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Marin. Nagyon kedves. Meg vannak elégedve. Uram, ő nem erre gondolt. Ne? Jövőre jobb, ha erre gondol. Na most mit kell még tudni? Igen, szünetbe találnak egy piros ládikát. Kérem, a ládikában mindenki dobálja be a kérdéseit, minél többet. Lehetőség szerint mi megpróbálunk rá válaszolni, de azért beavatom önöket egy titokba, a tévénézőkkel együtt. Mi több mint egy éve gyűjtjük a kérdéseket, és ezekre alapítottuk lényegében ezt a kabarét. Hölgyeim, uraim és elvtársaim! Ma este a siker, a taps, a dicsőség az egész társulaté, a rendezőké, a szerkesztőké, a felelősség viszont az enyém. Nos, ezért van itt ez a telefon. Kérem, úgy indul az előadás, én fölhívok egy számot, tájékozódom, mihez tartsam magam. Már mindjárt leesek az elején. Igen, vonal van, az mindig van, kíváncsi vagy, mit hívok, igaz? Hát néha én is szeretném tudni, igen? Jó, rendben van, akkor az első számot bemondom. 1945. Igen, jó. 45-ös irányvonalunk, tehát a piros, 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 háromszor is piros. Igen. Változott csak kétszer. Piros, piros, hehehe, piros, piros, hehehe. Megint változ? Nem. Ja igen, üljenek nyugodtan, nem. Csak a kabaré felelőssége miatt el kell énekelnem a nótát. Értem, rendben van. Összeült a parlamentünk, Medgyesi, a Gróz és Kádár. Aztán egyhangulag megszavaztuk, mi az, ami rád és rám vár. Kártyás nyelven úgy mondanám, ott ült hazánk minden ásza, és az ország egyetlen egy elégedett főbányásza. Jól esett a tévé előtt a Medgyesit ülve nézni, de nem szeretnék Medgyesivel én egy tálbó cseresnyézni. Közben a kérdés fönnmarad, és a válasz
most is elmarad, hogy ezt az egész masszát, meg az államkasszát, személy szerint kik azok, akik eltolták. Kezdődjék az előadás! Mester! Bocsánat, nem tetszettek látni a szervízmester. Mester! Itt vagyok, na! Jaj, segítsen már rajta, nem megy! Hanyas szervíz? Ezres! Ezres, igen, mikor gyártották? 896-ban! 1896! Nem 1896, az egy másik kocsi, a Dacia. Ismerős nekem ez a kocsi! Rémlik valami! Az 500-as szervízen voltunk itt vele! De akkor, mintha nagyobb lett volna! Lemosadtam! A mosásba kicsit összement. Jó nagy mosás lehetett. Három tenger mosta. És mi ez a horpadás itt? Ott meg belém jöttek. A biztosító fizetett? Nem, mi fizetünk a biztosítónak. Na és itt felül, itt is, mintha nagyobb lett volna. A csomagtartóra tetszik gondolni? Hát a csomagot azt elveszítettük. Lefújt az a nagy vihar. Az a nagy vihar. Bal! 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 Dehogy is! Jobb! 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 Hűha, Laci, összekeverted, ez egy másik jelenet. Persze. Ez a hajó jelenet 84-ből, mert anyahajó csak egy van. Mi a neve? Matty! Na most mi volt a végszó? Az, hogy lefújt az a nagy vihar. Tudom már, gázt! Féket! Gázt! Féket! A lényeg az, hogy lassabban! Aki nálam lassabban megy, az már tolat. Jaj, Laci! Megint összekeverted az egészet, ez megint egy másik jelenet. Persze, ez meg a Forma 81-ből. A franc se tud eligazodni ezeken a jeleneteken. Minden mikroszkop műsorban van valami közlekedési eszköz. Mint valami BKV kabaré. Tavaly előtt a versenyautó. Tavaly a hajó. Most meg a ha nem jó. Egyáltalán mi akar ez lenni? Teherautó. Teherautó. Nekem teher. Mi jön? Legközelebb egy bicikli. Nem, most mi jön? Botrány! Miért? Elfelejtettem a szöveget. Most jön az, hogy megvizsgálod a kereket. Jó, persze, tudom már. Hűha! Puha! Pedig milyen kemény volt. 5700 bár, ez bizony nagyon kevés. Mi az az 5700 bár? Az átlag fizetés 5700 bár 12 kellett. Nem baj, fújjunk bele egy kis levegőt. Ez igen. Milyen prima kis pumpa ez? Prima bizony, csak az a baj, hogy egyszer vissza kell, hogy adjuk. Jaj, úgy nézem, a vízszűtő rendszert is át kell szerelni, majd ezt a részét behúzzuk a csőbe. Milyen csőbe? Vízilép csőbe. Na, van még panasz? Nem megy, illetve megy, de nem az igazi. Lassú. Lassú! Persze, hogy lassú, amikor sem váltó fordítva van bekötve. Egy sebesség előre, négy meg hátra. Ki kéne már cserélni ezt a kocsit? És egyáltalán, hát hol van ennek a motorja? A Dunaparton, a Margit hídnál, a Jászai Mari téren. Két ütemű? Nem, eredeti öt ütemű. Összeül, tárgyal, dönt, módosít. Ez csak négy. Az ötödiket leváltották. Más? Az ablaktól lő maszatol. Ha bekapcsolom, bejön rajta a tévéhíradó. Hallgatom a Pál Fióskát, P. Szabó Józsefet. Nem látok tisztán, el van kenve az egész. Más? Füstöl. Bácnál és Miskolcnál rettenetesen füstöl. Hát biztosan eldugult az üzemanyagvezeték. Az nem fordulhat el, azt legfeljebb csak el lehet zárni. Hol? Ott Csopnál. Vicces egy ember maga. Legalább olyan vicces, mint a kocsia. És egyáltalán van magának annyi pénz, hogy rendbe húzott ott ragacsot? Ó, hát vettem föl kölcsönöket. Igen, és miből fogja visszafizetni? Újabb kölcsönökből. Jaj! Kiégett az egyik reflektor. Annyi baj, legalább nem fogyaszt annyit. Különben is van másik. Már nincs, pont az égett, amíg jó volt az ízó, úgyhogy én most semmit sem látok. Na, és a cél? A cél az nem lebeg a szem előtt. Lebeg? Attól nem látok. Jobbra nem mehetünk, mert ott a fal. Balra nem mehetünk, mert ott már voltunk. Jaj, Laci, megint összekeverted! Ez megint egy másik jelenet! Most milyen? Most jön a slusszpoén! A propagandánkról! Belenézel a kocsiba, és fölkiáltasz, hogy megvan a hiba! Megvan a hiba! Mi a
hiba? Valami őrült az egész energiát rákötötte a dudára. Mi van, miért jössz ki? Vége van a jelenetnek. Mert rájöttem, hol a hiba. A kocsiba? Nem a kocsiba. Ezekben a jelenetekben van a hiba, amit 20 éve játszunk a mikroszkópon. Mert lehet ez bicikli, repülőgép vagy vánszorgó versenyautó. Nem ez a hiba. Mi a hiba? Rossz helyen parkolunk. Nem, bocsánat, elnézést kérek most. És komolyan, hogy a rossz helyen parkolunk, most ez a legnagyobb bajunk, 87 szilveszter, hogy hol parkolunk már. Bocsánatot kérek, hölgyeim és uraim, már ne haragudjanak. Ilyen nehéz gazdasági helyzetben arról beszélünk, hogy hol parkolunk, elnézést kérek, ez a rendőrség dolga, hogy hol parkolunk. Ma, akkor olyan helyzetben vagyunk, hogy a szomszéd színházban, nézzék meg a táliában, amikor innen kifele mennek. Az van kiírva színdarab címként, hogy harc a jólét ellen. 87-ben. Megnyerik. Kérem, nem lehet elveszteni, tutira mennek, ugye? És minket piszkálnak mégis, hogy a kabaré miért beszél mindig a hibákról, megmondom, mert az eredményeket nem illik röhögni. Meg egyre kevesebb az okunk rá. Hát most olvass el az újságot, Miti. Nyíltan ostorozzák a hibákat, ugye? Néhány évvel ezelőtt még nem így volt. Magyar nemzet ostorozza, élet és irodalom, egymást is. Hát szóval olvassák el. Parlamentben sorra szólalnak fel a képviselők. Emberek, ez így nem mehet tovább. Elvtársak, ez így nem mehet tovább. Emberek, ez így nem mehet tovább. Erre mit mond a politikai kabaré? Emberek, ez így megy tovább ezek után is. Na kérem. Ilyen bátor a politikai kabaré. A kaba nem én, a kabaré. Hát nekem semmi közöm. Én arrébb is megyek, tessék megnézni gyorsan. Hát, ugye tudja, hogy van. Két gyerek, család, mindent. Hát, igaz? Nem akarok úgy járni, mint az a hajó, amelyik halad a viharos tengeren. Távolba megjelenik egy fénycsóva, kapitány jelez. Térjen ki! Válasz. Térjen ki maga! Térjen ki! Térjen ki maga! Utoljára figyelmeztetem, térjen ki! Teljes sebességgel haladok önfelé, én egy hadihajó vagyok. Válasz. Térjen ki maga, én vagyok a világító torony. Kérem, legyünk őszintén, ma nálunk nyugodtan lehet bárki ellenzék, illetve rossz a szó, szóval de másként gondolkodok. Ehhez ma ebben az országban semmilyen bátorság nem kell. Tudják ma, mihez kell itt bátorság? Például itt most szilveszterkor csinálni egy pártos kabarét. Egy pártos kabarét. Hát mi egyre nehezebb. Hát nézzenek körül. Parlamentben két jelölt, tanácsoknál két jelölt, Skálával szemben ott a Centrum, állami biztosítóval szemben ott van a Hungária, sőt most már egy harmadik is van, egy bankrendszer a múlté, és ha önnek nem tetszik az egyik cipőgyár terméke, elmegy egy másik üzletbe, és vesz egy másik párt. Mi a cipőben nincs egy pár rendszer, ugye? Furcsa lenne, nem? Ettől aztán sokan vérszemet kapnak, és azt mondják, hogy pártból is miért nincs nálunk legalább egy pár, mondjuk kettő. Hát tényleg miért nincs, ugyanis, már úgy értem, hogy lehet. Hát nyugodtan lehetne, ez kizárólag a demokrácián múlik, az pedig nálunk van. Most van, méghozzá erős. Legalább olyan erős, mint Amerikában is, mint tudjuk, ott is két vezetőpárt van, a republikánus és a demokrata, persze mindkettő a kapitalista ideológia szilárd talaja. Hát miért nem lehetne nálunk is két párt? Persze mindkettő a szocialista ideológia szilárd talaja.